eljött Judit tündöklése, eljött az ő témája, eljött az a, már csak 23-at kell aludni, ugye? És Black Friday. Ó, igen. És én igazából én is úgy akartam kezdeni, hogy egy igazi női témával foglalkozunk, a shopping lázzal. De nem tudom egyébként, hogy tényleg igazán nője. Talán erre a kérdésre is választ kapunk. Csizmadia Dóra, pszichológus a vendégünk. Jöreget kívánok, üdvözlöm. Kíván. Mi az mennyire a boltkor? És mennyire női probléma, vagy azért a férfiakat is érinti-e? Inkább női probléma egyébként, de nem biztos, hogy nevezhetjük problémának, tehát ez attól függ, hogy ki mennyire csúszik ebbe bele. Tehát más az, hogyha valaki hobbi szinten örömmel, boldogan vásárol, és mondjuk ezt nem a pénztárcájáró vására teszi olyan szinten, hogy mondjuk már hiteleket vesz föl, vagy titkolózik otthon. Hát azért vannak ebben fokozatok. Úgyhogy alapjában véve, hogyha szívesen vásárolunk, örömmel végezzük ezt a tevékenységet, ezzel önmagában nincsen probléma. Akkor válik érdekessé a helyzet, hogyha ezt már ilyen ellenállhatatlan késztetésként érezzük gyakran, és nem ad már igazából örömet, tehát eljutunk a vásárlásig, az a folyamat egy élvezetes dolog, de utána ez csak egy átmeneti megnyugvás, és már is bűntudat, és már keresnénk az újabb örömforrás. Egyébként ez egy betegség, vagy egy állapot? Tehát van olyan, aki ugye Amerikában bármi mögé oda teszik, hogy holik, az azt jelenti, hogy annak a függője alkoholik, az az alkoholista, de ha azt mondják shopaholik, akkor az a vásárlási kényszeres szemét jelzi. Létezik ilyen? Létezik. Mindig egy ilyen skálán szoktuk nézni, hogy kinél csak apró. Mi megmutatjuk a képernyőt. Igen. És hogy azért a skálán nagyon el tud tolódni. Tehát van, akinél csak hobbi, de van, akinél már tényleg ez egy kényszeres tevékenység, egy függőségbe mehet át. És ugye az mindig fontos a függőségeknél, hogy nem önmagában az a tárgy váltja ki. Tehát nem attól leszünk függőek, hogy meglátunk egy szuper ruhát, vagy akció van, hanem valamiféle belső hajlam, késztetés, hiány, érzelmi hiányok, stresszkezelési nehézségek, önbecsülési problémák hozzák azt, hogy mi fogékonyak leszünk erre, és a függőségeknél egyébként, ha például valakit kikezelnek az egyik féléből, még tünetváltás is előfordulhat, tehát mindig a belső érzelmi háttérrel is kell foglalkozni. Mi az, ami tévútra vihet minket? Hát nyilvánvalóan az a legtudatosabb vásárlás, hogy mondjuk felmérem otthon, hogy nincs egy jó meleg csizmám, akkor venni kell egy jó meleg csizmát, mert az nincsen, az addig rendben van. De nagyon veszélyese az, ami egyébként szerintem rettenetesen jellemző a nőkre, hogy éppen rossz napjuk volt. A főnöke olyat mondott neki, ami megbántotta, vagy a partnere olyat mondott, vagy nem tudom, lényeg, hogy valami negatív dolog érte. Na jó, akkor most megérdemlem, most elmegyek venni magamnak valamit. Ez baj-e? Azt gondolom, hogy ez önmagában még nem baj. Attól függ, hogy mi az a valami. Attól függ, hogy mi a mérték. Tehát, ha mondjuk minden nap ez fordul elő, akkor az már kicsit agasztó. Judit, megbántottál, veszek egy Ferrarit. Szóval az is kérdés, hogy van-e más önmegnyugtatási technikánk egyébként, vagy csak mindig a vásárlás, hogy ez mennyire gyakran fordul elő. Van-e, akit felhívjunk mondjuk, tehát megvannak-e azok a kapcsolataink, akikhez tudunk kötődni, vagy csak a tárgyak. És az is érdekes, hogy azt az impulzust mennyire tudjuk magunkba kontrollálni, hogy vennem kell valamit, és mindig azonnal rohanok, vagy azért néha megszólal bennem, hogy ez most talán vagy nem fér bele, vagy biztos, hogy vagy talán nem biztos, hogy annyira szükséges, tehát hogy ez mindig árnyaltabb. Bocsánat, csak annyi, hogy érdekes volt, amit mondott, hogy van-e valaki, akit felhívjunk, hogy mondjuk éppen rossz dolog történt velem, és ezt megosztam veled. Tehát magyarul a vásárlás nyilván, hogyha kóros mértékű, akkor az emberi kapcsolatokat hivatott helyettesíteni? Igen, ez előfordulhat, tehát mindig az ilyen függőséggel kapcsolatos tevékenységeknél meg kell azt vizsgálnunk, hogy vannak-e olyan kapcsolatai, akik be tud kapaszkodni, egy szociális háló megtartó erejének hívjuk, barátok, család, vannak ezek, milyenek, mennyire konfliktusosak, tud-e rájuk támaszkodni a személy, vagy pedig hiányoznak abszolút, és akkor inkább a tárgyakkal keresi a kapcsolatot. Nézzük meg a túloldalt. Rájátszik-e erre például egy üzletlánc? Nézzük meg a Black Friday, tehát, hogy az, amikor nekem kényszerem, amikor akció van arra, hogy akciós legyen, vagy ugye tudunk olyan hipermarketre, aki olcsóban árusította a paradicsomot, bemegyek a paradicsomért, de nyilván nem csak azt veszem, hanem ezt, azt, amazt, és utána a vége az meg a tömegjelenet, amikor már tényleg a törött labor ér és verekszik az ember a pénztár előtt.
Igen, tehát ez lehet egy ilyen hívóinger, ami miatt többen mennek, vagy többet veszünk belőle, de hogyha nincs meg az a háttér, az a hajlam, az a nagyon erős készítés, akkor azért bizonyos mértéket tudunk tartani, vagy csak időnként szalad el a ló, például az ilyen nagy akciók alkalmával. Egyébként ebben van ráció, hogy akkor vásároljunk meg bizonyos dolgokat, amikor ez jóval elérhetőbb áron kapható. Még lehet, hogy nincs is rá szükségünk, de mondjuk nem várjuk ki azt, hogy elromlik, és tehát hogy azért bizonyos keretek között ez egy augusztusban sílécet és minden ilyesmi. De egyébként ezt tényleg úgy kell csinálni. Igen? Igen, szerintem csak igen. Csak szerelem legyen és dombornyomású bankkártya. A partnerek hogyan viseltessenek ez iránt? Tehát melyik az a pillanat, ameddig még elfogadó vagyok, és melyik az a pillanat, amikor már látom, hogy esetleg a partneremnél valami probléma van, például vásárlási kényszer? Nagyon fontos a környezet visszajelzése, főleg ha ezt meg is lehet beszélni, és figyelembe is veszi a problémával rendelkező fél. Kérdés az is, hogy közös pénztárca van-e otthon, tehát hogy hogyan... Ezért kérdezem. Miből is gazdálkodik? Úgy érzem, hogy nálatok közös pénztárca van. Én azt gondolom, hogy a tervezés fázisa az mindig egy fontos dolog, és erről is lehet beszélni, hogy mi az, ami belefér néhány plusz dolog. Ez mondjuk egy előre tervezhető dátum, amikor meg lehet azt beszélni, hogy erre egy keretet esetleg el lehet különíteni, de ha mondjuk a partner azt tapasztalja rendszeresen, hogy titkolózik, a másik fél bűntudat jelei tapasztalhatók, dugdossa a tárgyakat, vagy azt mondja, hogy hát ez már régi, ezt régen kaptam, ezt csak kaptam valakitől. Tehát ha egy ilyen tendencia figyelhető meg, amiben nem igazán lehet már őszintén beszélgetni, akkor az mondjuk egy figyelmeztetője. De az már a kapcsolatnak a figyelmeztetője, és nem a vásárlásnak a figyelmeztetője, hanem sokkal mélyebb. Tehát, hogyha egy ilyen témában elkezdünk titkolozni a partnerünk előtt, ez valószínűleg nem sok jót sejtett a kapcsolatról. Hogy igen. Vásárol egyébként a magyar? Inkább bemegy a boltba, és azt mondja, hogy fú, ezt megláttam, hú, de nagyon jó, vagy pedig tudatosan cetlivel megy, amivel tudjuk egyébként pszichológiailag, hogy sokat lehet spórolni, hogyha előre felírom egy kis noteszbe, hogy mit kellene vásárolni. Én azt gondolom, hogy nagyon gyakori az impulzus vásárlás, tehát érzelem vezéreltek vagyunk, és ugye ezek nem is mindig derülnek ki, tehát ilyen felméréseket óvatosan szoktak végezni, mert ugye aki nagyon impulzus vásárol, nehezen vallja be, mert úgy érzi, hogy ezzel van egy kis gond, és egyébként a titkolózásról még annyit, hogy a partner ne vegye magára, hogyha lehet, tehát hogy ez nem azért van, mert egy rossz partner, vagy benne ne lehetne megbízni, hanem ez az egyénnek egy olyan típusú problémája, amit egyébként mindenki elől titkolna, mert ő maga nem mer ezzel szembenézni, mert az önbecsülése nagyon alacsony, és ez még jobban levinné. Tehát egy ilyen, ha nem egy folyamatos leszúrást kap, hanem van ebben egy támogatás is, de azért a kereteknek a meghatározása, akkor ebben lehet haladni. Általában mennyire szokták tudni az emberek magukról egyébként, hogy problémájuk van ezzel a dologgal? Mert én például egyébként bevallom őszintén, nem csak ruha, meg ilyesmi, hanem sima közért, ahol tejet, kenyeret, nem tudom, mit veszünk, hogy én nem nagyon megyek be. Mert bemegyek egy doboz tejér, és 20 000 forint alatt nem jövök ki. Tehát én inkább nem megyek bevásárolni, de tudom, hogy ezzel nekem problémám van. Drága az a tej abban a boltban. Igen. De általában mennyire tudjuk egyébként? Ez még abszolút normál keretek között. Azok szerintem ez egy nagyon gyakori női dolog, mert tényleg érzelemvezéreltek vagyunk. Az, hogy mennyire valljuk be, szerintem sokszor magunk előtt sem vállaljuk ezt, mert nehéz azt az érzést elviselni, hogy valami gond van, amivel foglalkozni kell, pedig ha azt veszük, hogyha testi fájdalmunk van, azzal is kell foglalkozni, csak ez egy könnyebben megfogalmazható dolog, mintha egy lelki nehézségünk van, azzal is ugyanennyire fontos lenne foglalkozni. Attól félünk, hogy valaki őrültnek fog minket tekinteni, és ugye ezek nehezebben megfogható dolgok, de hát megvan mindegyik nehézségnek a terápiája is, tehát ezek. Mennyire alakultak át a vásárlási szokások? Tehát én még éltem abban a korban, amikor 2 cipő volt, és az ember örült annak, hogyha jobbikat vettem, most meg tudok internetről rendelni, házhoz szállítják. Nem 2 cipő van, hanem 222 választási kényszerben, melyiket választam, ezt vagy azt. Tehát, hogy mennyire alakult át, és mennyire idomultunk ehhez mi? Hát borzaszóan átalakult, tehát elárasztanak minket a lehetőségek, és ez nyilván fokozza is a vásárlási lázat, tehát rátesz. Azt gondolom, hogy idomultunk hozzá, holott ez nehézséget is okoz sokszor, tehát akkor próbáljuk valahogy így a részleteket átnézni, hogy melyiket érdemes, úgyhogy az érzelmekre sokkal jobban hat, és ezért hajlamosabbak vagyunk mennyiségben is többet vásárolni. Egy gyors kérdés még, ha már említetted az internetet, erről jutott eszembe, hogy mire vagyunk, vagy mi a jellemzőbb, hogy a konkrét fizikai vásárlás az, ami át tud
csapni, meg túl tud menni egy határon, vagy az internetes vásárlás? Melyik a veszélyesebb? Az internet nagyon becsapós, mert ugye ott nem annyira érzékeljük azt, hogy betettem a kosárba, és megveszem, mert kattintok, és akkor rájövök, hogy hoppá, kicsit magas lett a végösszeg. Uh-huh. Nem baj, majd kifizetem, mire megérkezik. Tehát ez egy ilyen kísletető érzést ad hozzá, és hajlamosabbak vagyunk túlvásárolni magunkat interneten. Szinte olyan, mint a bankkártya effektus, vagy egy igen, vagy egy nem záró kérdésen várja el november 23-át kegyed. Szakemberként és mindenek előtt hölgyként. Van egy-két dolog, amit szeretnénk vásárolni, és megvárjuk vele ezt a napot, amikor ezt olcsóban tehetjük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt volt.